nem tudom, kellebbé mutatkozok, tamponna igen, vagyok. Feltétlenül. Felvétel készült 2014. június 28-án, igen, Gyimes Középlók Borospatakán a tábor alkalmával. A jelen esetben a gyimesi Csángos Gundáról és annak jelkép szerkezetéről van szó. A gyimesi Csángos Gunda a gyimesi népviseletnek a szerves tartozéka. Már az 1800-as évektől van irodalmunk. Jelenleg a Melyes Gunda az a férfi Gunda, és a Szabad Gunda az a női Gunda. Annak idején a férfiak a Szabad Gundát hordták, igaz, hogy az 1912-es években az első fényképek arról tanúskodnak, hogy többnyire a férfiak Szabad Gundát hordtak, annyiba különbözött a mostani női gundától, hogy nem volt ez a máj rózsája, és nem volt életfa rajta, hanem csak a többi, a verszánzsinór, a vízfolyás, a tyúkszem, meg a súlyokvirág volt rajta. Aztán fokozatosan a második háború után, de főleg a második világháború után a gundák kivirágosodtak, mégpedig úgy, hogy a szőcsöket házhoz hívták, és hogyha valaki meglátta, hogy a szűcs milyen gundát vart, akkor a szomszéd bekérte a szűcst, hogy következőben neki szebb gundát varjon. Tehát itt fokozatosan a gunda szerkezete a mértanias formáról átalakult, virágosabb lett a gunda. A gyimesi eredeti gunda az fehér színű, és szerves tartozéka volt az ünnepi népviseletnek. Szerkezetéről el lehet mondani, hogy a férfi gunda, ami aztán a végül is a férfiak hordják a melyes gundát, és a nők hordják a szabad gundát, azzal a különbséggel, hogy a női gundára rákerült még a mely rózsa. A férfi gunda szerkezetéről vannak különleges varrások benne, ilyen például a verszánzsinór és ilyen a súlyokvirág. Ennek egy különleges varrási formája van, ezt ugye előzőleg megmutattam, hogy kell varni. Na most a verszánzsinór vagy a huszárzsinórnak is mondják, ennek van egy irányultsága lentről felfelé és balról jobbra. Tehát balról jobbra tart, amikor én ezt a gundát vartam, akkor még ennek a tudatában nem voltam benne, úgyhogy ezek a legelső, azt hiszem a második vagy harmadik gundám volt, mikor én elkezdtem ezelőtt 10 esztendivel gundát varni. És tehát az iránya, az balról jobbra és lentről felfelé irányul. Na most ez azt jelenti, maga a zsinór az egy mérték, tehát aki építkezéssel a építőiparban dolgozik, vagy házépítésnél szembesült azzal, hogy például zsinórral vagy függőzsinórral az épületnek a függőleges és a vízszintes irányát adják meg, tehát egy iránymutató a zsinór. A zsinór a több részre ossza a bundát. A berszánzsinór, tehát ez a része, ez az embernek a lelki, a férfinak a lelki élete, ahol két rózsa van. Na most ezt a két rózsát az élet rózsájának, vagy az élet virágának is mondják. Na most minden olyan virág, ami egy negyedet elforgatva fedi saját magát, az az élet rózsája. Tehát azt jelenti, hogy összegyűjti az energiát, a szeretetét, és az sugározza az emberre arra, aki ezt a gundát viseli. Na most itt kettő van, ez azt jelenti, hogy egyik jelkép az ember, és a másik rózsa az Istennek a jelképe. Most azért vannak ilyen váltott színekkel kivarva ezek, hogy az ember próbáljon meg Isten szerint, Isten törvényei szerint gondolkodni, és próbáljon meg a törvényeit végrehajtani, tehát hasonlóval lenni az Isten által elrendelt rendszer. Ez mennyire látszik? Rá tudok közelíteni. Ha rá tud erre közelíteni, akkor ez nagyon jó.
Mondhatja. Na, itt van egy bundáról készült felvétel. Ez a bunda, ezt Szent Károly varta, mit tudom én, ezelőtt 15 esztendővel, egy Imes középlopon az egyik legszebben dolgozó mester volt, és ő neki a vőlegényi bundája. Jelenleg megvan, hát nagyon sokan hordják, a felesége űzi ezt a bundát, és én a feleségvel beszéltem, és akkor fényképeztem le ezt a mintát. De hát odaig jutottunk, hogy ez a két rózsa az életnek a rózsája. Na most itt lehet látni, hogy ami itt bordó, az itt zöld, és ami itt zöld, az itt bordó. Tehát ez a kettős színváltás az azt jelenti, hogy az ember próbálja meg, amit az előbb mondtam, az Isten törvényei szerint élni, Isten parancsát betartani. Tehát ez a férfinek a lelki élete. Most a lelki életét körülveszi az úgynevezett vízfolyás. Tehát ez, ami mellette van. Ez a vízfolyás. Na most a vízfolyásnak a szerepe az, hogy az ember életéből, a lelki életéből elvigye a rosszat, a bánatot, a keserűséget, tehát ez a vízfolyás. Ez. És ez teljesen körbeveszi az embernek az életét, tehát a lelki életét, Istennel való kapcsolatát, hogyha valami baj történik, akkor az kitisztítsa az ember életéből, elvigye. Jelen esetben a további minta, ez az úgynevezett szárnyas nap. Na most a szárnyas napnak az a szerepe, hogy itt van az élet rózsája középen, az összegyűjti az energiát, a szeretetet, a napot. Szóval tudjuk, hogy a napsütés mit jelent az ember életében, a meleget adja, a megélhetést. Tehát a szárnyai, tehát ezek azért vannak, hogy az ember körül ölelje a szárnyával, hogy segítse, védje hidegtől, mindenféle bajtól, betegségtől, bánattól, mindentől. Tehát ez a nap rózsája. Egyébként a moldvai bundák, azokon teljesen más a szerkezete, de azon is ugyanígy megtalálható a szárnyas nap, megtalálható a vízfolyás, megtalálható a berszázsinór, és egyéb nevek is, például a tyúkszem is megtalálható. A tyúkszem, ez az, ami itt oldalt van, tehát ez itt körbe. Tehát körülveszi a lelki életét a vízfolyás, utána a szárnyas nap, ami hogy felmelegítse, és akkor utána őrködik mellette a úgynevezett tyúkszem. Na most én a testvéreménynél voltam, és sokat gondolkodtam ezen, és hogy tulajdonképpen miért kapták ezek a minták ezt az elnevezést. És pontosan úgy volt, hogy a testvéremnél volt olyan csirke, amit keltetőből vett, és olyan volt, ami kotlós keltet, és a kotlós vitte az ő csirkéjét. És úgy végignéztem azt, hogy mit jelent az, amikor a kotlós védi a csirkéjét. Tehát minden pillanatban odaügyelt a csirkékre, állandóan. Egy kicsit tette a csirkéket, felnézett az égre, így is, meg úgy is mondja, az égből válható a héja, tehát ami a csirkéjét elviszi, hogy ideje korán a csirkéket maga alá tudja gyűjteni. Na most figyelte azt is, hogy hol jön a macska, lehajolt, tette a csirkéket, megint felnézett, megint körülnézett, és ha valahol megjelent egy macska, már abba helybe figyelmeztette a csirkéket, és a csirkék egy pillanat alatt az anyja tolla között bújtak meg. Tehát akkor döbbentem rá, hogy tulajdonképpen ez a tyúkszem, hogy miért, tehát minden pillanatban védje, minden pillanatban figyelje azt, hogy az emberre leselkedő veszélyt elhárítsa. Ezen a bundán a következő minta a nő, ugye az ember életében, hát két nő van, egyik az édesanyja, a másik a felesége, aki közvetlenül kapcsolódik hozzá. Na most, ami közvetlenül kapcsolódik, ugye az a felesége, és milyen érdekes, ez a nőt jelképezi, ez a májrózsa. És érdekessége, hogy itt nyitott. Tehát azt jelenti, hogy amikor a férfi ezt a bundát megkapta,
akkor ezt házasságára, tehát vőlegényi bunda volt ez, és mikor megnősült, tehát az esküvőre kapta ezt a bundát. Tehát itt azt a nőt ábrázolja, aki már megnyílt, akinek már gyereke van. Tehát nem a körbezárt szűznőt, hanem azt, akinek gyereke van. Tehát ez a rózsa, ez a nőt ábrázolja. Akkor a másik ilyen motivum a ördög térdje, vagy büdérszarkának is szokták mondani, vagy kankónak is szokták mondani. Most nem olyan értelemben a kankót véve, mi a betegséget jelenti, hanem a tegnap, ami a múzeumban volt, mutattam, hogy milyen jelentős szerszám a tűzpiszkavas. Így Dímesben úgy mondják, hogy kankó. Na most a kankóval szabályozták a tüzet, hogy mondjam, kiúzta a hamut. Igen, kiúzta a hamut vele, szabályozta a tüzet. A tűz mit jelképezett? Meleget, a melegséget, a családnak, mindenfélét. Tehát maga nem véletlen, hogy ennek a neve kankó. Tehát átvitt értelembe kell érteni, hogy ez egy szabályozás az életben. És a másik pedig egy ilyen levezető szerepe volt, hogy ami a férfi és a nő közötti kapcsolatba keletkezett vitát, a széped ide levezette az alsó kertályba. Hát ez az élet. A bundának következő ilyen jelentős motivum például ez a súlyokvirág. Na most, a súlyokvirág az a munkának a jelképe, a munka becsülete. A súlyok például, hát azt tudjuk, hogy régen a súlyok az jegyajándék volt. Tehát a férfiak a vőlegény adta, vőlegény vagy kiszemelt fiú, akinek udvarolt lánynak, és egy életre szóló ajándék volt. Most ez kapcsolódik ahhoz ugye a súlyok, hogy régen itt Gyimesbe a vászonruhákat nem mosták, mint most meg mosógép, hanem úgynevezett olyan módon szapultak. Most a szapulás ez azt jelenti, hogy lugot főztek, mert akkor nem volt mosószer, hanem lugot főztek, és ezzel a luggal mosták ki a vászon ruhákat, tehát a kenderből és lemből készült ruhákat. Most ez a szapulórakás, ugye ennek az volt a lényeg, hogy kimosták, összerakták a ruhákat, és luggal tisztították, hanem amikor szétszedték a szapulót, akkor a ruhákat rárakták szekére, és bevitték, hogy miután szétszedték a szapulót, akkor a szétszedett ruhákat, ami három napig ott volt a szapulóban, azokat, tehát a kosz mindenféle fellazult, és azt kiszedték, és elvitték le a patakra kimosni. És akkor volt, hogy elővették a súlykolópadot, és vitték a súlykot, és akkor azt a sok vászon ruhát, ami benne volt a szapulóba, a szépen kisúlykolták. Beletették a vízbe, és addig ütötték ezzel a súlyokkal, addig, amíg az egész ruha ki nem tisztult. Tehát teljes mértékben. Na most, ha nem tisztult ki, akkor megsárgult. Tehát addig kellett súlykolni, tisztálni, amíg az a vászon ruha teljesen kiszáradt, és utána pedig felterítették ezeket a drótra, és megszáradt, és utána olyan módon raktározták, hogy a házban voltak ilyen nagy rudak, és azokra rakták fel a vászonruhát. Tehát tulajdonképpen a súlyokvirág a munkának egyfajta tisztelete is. És a következő motivum például a tyúkszem. A tyúkszem, na most hol is van, itt egy ilyen olyan, ami... Igen, például itt ez a sor, hát itt is ilyen hasonló módon van. Na most ez a tyúklár, bocsánat, ez volt a tyúkszem, itt ez, és ez a tyúklár. Na most a tyúklárnak mi a szerepe? Az, hogy a tyúk, amikor kapar, akkor magának az emésztőt, azokat a falatokat, ami neki az emésztéshez szükséges, hogy kikaparja. Na most ez a tyúklábat, ezt mindenféleképpen rátették a bundára, és főleg rátették a zsebre. Na most miért tették rá a zsebre? Azért, hogy az embernek a szerencséjét, a pénzét, ma ugye régen azt a kicsi pénzt is, ami volt, azt itt a zsebben, régen a
kicsi pénzben lett a kücsiulló szerszámot, tehát nagyon lényeges volt, mert ha annélkül ugye nem tudtak tüzet gyújtani, és azt nagyon-nagyon óvták a nedvességtől, az esőtől, mert hogyha az eső bejött, benedvesedett, akkor ugye már nem lehetett tüzet gyújtani, tehát az egyik. Most a, például erre a Bunda zsebre ide szárnyasnapot vartak azért, hogy ez összegyűjti az energiát, a meleget, a szeretetet, a mindenfélét, és nem csak olyan értelemben, hogy lelkileg, hanem hogy fizikailag is, hogy azt a kicsi pénzét, amit ide beletett, hogy azt meg tudja áldani. Ezen kívül rajta volt a zsebben még a tyúkszem, ugye, hogy az embernek a szerencséjét kikaparja, és utána a zsebet megkoronázta. Tudjuk, hogy a korona az mit jelent, régen az uralkodásnak volt a jelképe. Na most pontosan ezért van az, hogy a zsebnek is akkora jelentőséget tulajdonítottak, mint például egy uralkodónak, amit jelentett. Tehát azért, hogy ezzel segítse az embernek azt, hogy pénze legyen, segítse, hogy tüzet tudjon nyújtani az élet folyamatához, az egyik legfontosabb tevékenység, hogy ezek meglegyenek. Na most a következő rész például ezek az úgynevezett csüngők, úgy mondják ezeknek, hogy csüngők. Ez már a férfinak a fizikai élete, tehát ez a munkához való kapcsolata, és ez a férfinak az öröme, a gyermekei, a boldogsága, a férfi, nem, férfiassága, igen. Igen, a férfiassága. Utána van ez a rózsa, ami itt a bundának az alsó felén, a két zsebe között középen található, és ez a rózsa, ez szintén a férfinak a férfiassága. Azt is mondják, ahol három rózsa van, hogy a megfeszített Jézusra utal, vagy a Szent Háromságra, Atya, Fiú és Szentlélekre. És ennek az a lényege, tehát itt is egy kicsit belerakta a nőt, mert a tulipán a nőnek a jelképe, mindez az egész egy magból indult ki. Igen, a következő, tehát a férfinak itt a bunda alján lévő, középen lévő rózsa. Itt ebbe a helyzetbe, itt egy kicsit a nőt is beletette, ugye a tulipán önőnek a jelképe, és maga ez a rózsa, ez a, nincs különösebben neve, de hát középről indul ki, ez szintén férfiasságot jelöl, és ez maga a férfiasság mindenképpen valamilyen formából, valami magkezdeményezésből, magból virágol, tehát innen az alsó részben lévő magból indul ki minden alkalomkor. Tehát ez egy bizonyos részben a férfinak az erősségét, férfiasságát is jelöli ez a rózsa. Tehát ez a maga az egész szerkezet, hogy itt ez a férfinek a lelki élete, akkor itt a nő rajta van, akkor itt rajta van a fizikai élete, akkor itt a gyermekei, az öröme, férfiassága bizonyos szinten, és akkor innen, ahonnan valóban erőt kap, hogyha az ember belegondol egy tejében lévő férfi, ha erre ránéz és ebbe belegondol, akkor itt teljes mértékben a férfiassága jelenik meg, ami innen indul ki. Tehát mindenféle, tulajdonképpen egy életfa szerepét is betölti. És ugye az életfa az mindenkor vagy szívből, vagy vázából, vagy cserőből indul ki, tehát ez is valamilyen formában indul ki. És ez mind azt szolgálja, hogy azt az embert, aki ezt hordja, azt védje egész élete folyamán. Most régen ezek a bundák egy életre készültek, és hát volt olyan, aki megengedtette magának, hogy a bundát elhordta, és utána varrotott lóvédet magának. Most a színeknek is
jelentősége volt, általában sötétebb színűeket voltak. Régen növényi festékkel, cser, fakérekből főzött lével, meg ilyenekből festették, tehát ezért kevés színt is használtak általában. A zöld-kék, sötétkék bordó és sötét-zöld színeket használták, de emellett használtak nagyon kis mértékben elütő színeket, ellenszíneket, ilyen volt a lila, ilyen volt a drap, a szürke, tehát meg a lila, tehát ezek ilyen ellenszínek voltak, és mindig használtak ellenszín. Na most, hogy a háború után, már az első háború után lehetett már, hogy mondjam, több színeket, többféle színt kapni, így akkor ezek határozták meg a bundáknak a színét. Régen sejemmel voltak minden koronabundát, és hát mivel több színt kaptak is, hogyha annak a szücsinek volt jó színérzéke, akkor azért használtak többféle színt. Tehát a szücsnek a érzékenységétől, szín összeállításától sok mindentől függött. És most ettől tovább menőleg még volt ebben az egészben egy olyan ritmus, egy olyan rendszer, az ember ránéz, azt mondja, hogy Úristen, ez a sokféle szín. És ez a sokféle szín, ez annyira összeillik, annyira szépen, és sokat gondolkodtam rajta, és aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen ez a sok szín, nek a ritmikus változása adja meg azt a harmóniát, amivel a bundát megvarják. Hát az, hogy ki milyen bundát vart, voltak szücsök, akiknek nagyon szép színérzéke volt, akkor tehát nagyon jól meg tudták válogatni, van amelyik kevésbé, van olyan szücs is volt, aki életében többnyire szakosodott egyfajta bundára, például a levükbe az ilyen nem virágos bundákat vartak, hanem ilyen hosszú mintájú bundákat vartak. Arra szakosodott és egész életében azt az egyfajtát varta, kicsi eltérésekkel, kicsi változtatásokkal. A másik volt olyan, hogy sokféle formában megpróbálkozott, de érdekes módon minden egyes mesternek rajta van a kézjegye. Tehát ha az ember tudja, hogy meglát, hogy egy bundát kivarta, akkor már abból, hát én már tudom, hogy abból, na, hogy ezt és ezt, vagy a 10. bundát, vagy a 15. bundát, ez és ez az ember varta. De eddig 4-5 ember van olyan, akiről tudom, hogy szóval látszik a kézjegye. És sajnos ugye már régiek, az emberek sem emlékeznek vissza, hogy arról, hogy kivarta. Hát van egy, ami a családba öröklődött, és még az idősek tudják, hogy kivarta, de már sajnos. Úgyhogy a következő időben nem is biztos, hogy ezt majd fel tudjuk térképezni azt, hogy ki volt az a mester, aki konkrétan, most ezt ő varta, ezt ő. Hát eddig 5-öt ismerik olyat, akinek a munkája egyértelműen felismerhető. Hát ez a Szent Károly, ez egy nagyszerű mester volt, nagyon sokat dolgozott, csak nyugdíj után, tehát azelőtt nem volt. Van egy nagyon érdekes könyv, és ezt érdemes lenne ezt a kis riportot, itt van a könyv, el lehet olvasni belőle, hogy a végén ezzel fejezzük be a bundáról szóló történetet, és akkor legyen szíves kikapcsolni ezt, mert akkor hozom a könyvet, és akkor egy pár dolgot abból. Még mielőtt elmegy, egyet igen. Kérdeznék, hogy igen. 1912 igen. voltak a nyílt igen. bundák a férfiaknál, és hogy lett az, hogy zártat viseltek? Lehet-e erről tudni valamit? Na most ez csak, után, csak a képekről értesülünk. Na most én úgy gondolom, én sokat gondolkodtam ezzel, és volt itt a Sára Feri a tegnap előtt, beszélgettünk vele, és megnéztük a régi fényképeket, rengeteg régi fénykép van a tulajdonában. És azoknak a képeknek, amik nekem vannak, azok a Néprajzi Múzeumból hoztam ki őket, mert addig én se tudtam. 1912-ben a régi Nagy-Magyarország területén
a Néprajzi Múzeumból indult egy olyan mozgalom, hogy az egész Nagy Magyarország területére fényképészeket, fotósokat küldtek ki, akik mindenféléről, népviseletről, a szokásokról, szobabelsőkről, tehát egyáltalán a népi életről készítettek ilyen fényképeket. És akkor készültek a Magdolna búcsú, tehát itt a megállói iskolánál készültek ezek a tömegfényképek 1912-ben. És ott láttam rajta, addig én sem tudtam, hogy a férfiaknak a zöme, tehát 98%-ban szabad bundát hordtak. Tehát ha mondom, a szabad bunda az olyan volt, mint most a női bunda, annyi kivétellel, hogy nem voltak ezek a, ez a májrózsa rajta, és nem, hogy hívják, életfa volt rajta, hanem vagy vízfolyás, vagy pedig ez a berszázsinó volt rajta. És hát gondolom én, hogy mivel telt az idő, akkor mivel a férfiak ugye kinti munkán dolgoztak, és ez a bunda az ünnepi öltözéknek volt a tartozéka. És télen pedig úgy csináltak, hogy ujjast vartak, vagy pedig a bundába belevarták az ujjat, amit posztóból szőttek. És akkor így tudták télen is hordani ezt a bundát. De nyáron is ugyanezt hordták, ünnepnapokon ügyeltek, hogy nagyon az eső megvárja, védték széltől, mindentől. Tehát akármilyen meleg volt, akkor legfeljebb a bundát így betűrték, de az ünnepi öltözéke szerves tartozéka volt. És gondolom én azt, hogy a férfiaknak ugye idővel, mivel mentek az erdőbe minden, akkor melegebb volt a melyes bunda. Tehát az, ami itt oldalt, meg itt a vállán gomb volt rajta, és gondolom én ezért változott meg az, hogy a végén a nők hordták ezt a nők élethez a szabad bunda és a férfiaké. De még az 1912-es felvételeken is van vagy három vagy négy olyan bunda, ami melyes bunda. Akkor igaz, hogy nagyon ritka, mondom, az összes tömegben, mit tudom én, 2-3 van. És mind ilyen szabad bundájuk volt a férfiaknak, és elvétve a nőkön volt ilyen bunda. És akkor aztán az úgy megváltozott, hogy annyira előtérbe került, hogy aztán minden férfinek ilyen melyes bundája lett ünnepnapra. És mindenki abba járt, hogy meglegyen az öltözéke, meg volt a ruhája, úgy az a nő feladata volt előállítani, és a férfinak pedig hát azért csinálták, mert melegebb volt nyilvánvalóan, hát ezekben vagy hidegékben télen, hát azért használták ezeket a bundákat. Na most háromféle bundát, hát így szakosodtak, mást vartak lent bükbe, ezeket a hosszú irányú bundákat, középlokok vartak ezeket a keretes bundákat, és felső lokon vartak ezt az úgynevezett ilyen szabad szerkesztésű bundákat, felső lokon. Nagyon érdekes volt, mert jöttek hozzá, mert én sem tudtam ezt. És akkor hoztak egy ilyen fénymásolatot, barna bundára vartak ilyen, és azt mondták, hogy hát a gyümösi vagyám. Hát mindenféle gyümösi, de utalt a zseb, a gombolót, mindenféle, csak ez volt más. És akkor aztán kezdtem tüzetésebben utána nézni, érdeklődni minden, és akkor derült ki, hogy felsőlöttem bizonygatok ilyen szabad bundákat, ezeket a szabad szerkesztésű bundákat. Úgyhogy hát eddig ennyire jutottam, aztán még tovább folynak a kérdezgetés, a kutatása, mindenféle, de hát egyelőre ezek vannak. Hát kikértem a Néprajzi Múzeumból, akkor a Csíkszeredai Múzeumból, akkor a Sepsiszentgyörgyi Múzeumból is kikértem azokat az anyagot, ami a bunda anyagot, ami bent volt, és hát szóval több nagyon-nagyon szép példány került elő, de hát az lenne a cél, hogy be tudjuk azonosítani ezeket a bundákat, az, hogy kivartam, nekünk egy tapasztalat. De hát ez olyan véletlen, hogy az ember milyen érdeklődik, keresni tudom én, mi aztán kiderül, hogy hát ha még. Hát eddig mondom négy mester van, aki tudom, hogy ránézek, és már meg tudod állapítani, hogy már ezt ő varta, de hát szeretnék még tudjuk haladni, tehát hogy mit tud az ember, hogy mit tudom még ebből az egészből, úgyhogy. Hát az a cél, hogy a bundákon, szóval maga a
hagyományok háza ugye azt vallja, hogy az ember úgy tudja ezt továbbvinni, ezt a hagyományt, hogyha eredeti módon, eredeti szerszámokkal és eredeti módon, tehát ahogy annak idején csinálták ezeket, így varja. Hát most ebben keressük az utat abba, hogy pontosan úgy tudjuk megcsinálni, ahogy régen csinálták, tehát előre a bundát el kell készíteni, tehát meg kell varni, kiszabni, lepróbálni, megvarni, és akkor utána hímészni, úgyhogy ettől nem szeretnék eltérni, és az az ember megpróbál eredeti munkát kiadni a kezéből, hogy én úgy csinálom a bundát, hogy úgy varom, hogy beszélek az életével, megismerem, eljön próbára mindent, tehát a mintát magához az emberhez igazítom. És az biztos, hogy ami idő alatt az ember ezt kivarja, amit átél, az hat arra, aki ezt majd megviseli. Hát én úgy gondolom, hogy ez, ha bár ezeket a dolgokat az emberek, még a mesterek is, akik varták, ezeket elfelejtették, és a neve, a pontos elnevezése mindenre szerencsére megmaradt. És így ezek által így tudok beazonosítani azt, hogy tulajdonképpen mit jelentenek ezek a minták, mert nem csak a bundának a jelképrendszere, hanem ugyanígy jelképrendszere van a tojásnak, a szövésnek, akármilyen kézimunkára, tehát párnára, kardőbőre vagy terítőnek, tehát mindennek jelentősége volt, és mindennek üzenete volt, és megmondta azt, hogy mi volt. Köszönöm szépen! Azt mondja a Duma András a Csángó mitológia című könyvében, hogy régen ugye a szülők rendelték meg a bundát a gyermeknek a számára, annak, aki megnősült vagy férhez ment. És azt mondja, hogy sajnos nagyon sok bundát eladtak, most már nem szükség, meg megélhetés szempontjából elszegényedtek az emberek, és azt mondta, hogy a jó Isten mentsen meg attól, ha valaki megvásárolja a bundát, és azt a bundát, azt nem tartja tiszteletbe, sem úgy, hogy tehát mikor viseli, vagy akár a megőrzését nem tartja tiszteletbe, akkor az Isten mentsen meg attól, hogy vissza, tehát az ember élete kerekét visszafelé fordítja, maga az a bunda, ha azt nem úgy becsüli meg, ahogy kell, mert amikor azt, aki varta, az beletette szívét, lelkét, az életét. És ha valaki ezt nem becsüli, akkor el se tudja képzelni az illető, hogy az életkereke mennyire visszafelé fordítja az életkerekét. Tehát az életét nem előre viszi, hanem hátráltatja maga az, mivel nem tiszteli azt a darabot. Tulajdonképpen a moldvai bundát úgy hívják, hogy keptár, ami azt jelenti, hogy képtár, tehát képek vannak rajta. És ezek a képek, azt mondja ő, és ez valóban így is van, hogy a moldvai keptáron rajta van a rovásírás. A rovásírási jelek. És hogy azok jelentenek bizonyos dolgokat, hát az ő kutatása szerint, tehát érdemes ezeket pontosabban kicsit átnézni, de ezek a jelek bizony a Ivesi Csángós bundán is rajta vannak. Tehát annyira közel voltak ezek egymáshoz, hogy nem véletlen, hogy ugyan, jó, hogy a minta más forma, de a megnevezés ugyanaz. Na most itt van nekem egy könyv, az a címe, hogy Kismesterségek alkonya, és pontosan ezt a Kristó Tibor írta, pontosan az öreg bundavarról, a Szent Károlyról írt itt egy pillanat, hogy kell keressem. Hogy melyik az, csak itt egy, melyik van. Azt mondja, hogy nagyon érdekes, én is csak utólag tudtam meg, és a tavaly előtt voltam a fiánál, mert a fia él az öregnek, és amikor én ezt az egészet elolvastam, hát ők nem is tudtak erről, hát bizony sírt mindenki. Arról van szó, hogy itt ennyi az egész.
azt mondja, hogy a Bunda hímző monológia. Elment hozzá ez a Kristó Tibor, ez nekem volt tanárom, ennek az apja. Azt mondja, hogy beszélgettek az öreggel, és az öreg mondta, hogy beszéljen hangosan, lassan bánjon a szavakkal, mondja azokat lehetőleg a fülembe, ugyanis fiatalkoromban Récepatakán teheneket őriztem, mellettem egy akta felrobbant, azóta rossz a hallásom. Gérlel a Gyíves Felső Loki 72 éves Fikó Károly. Na még ide tartozik, hogy érdekes módon azokból az emberekből lettek szűcsök itt Gyímesbe, akiknek valamilyen baleset vagy valami van, hogy nem tudott egész ember lenni a családjában. Az egyik például a Fehér Károlyka, annak a jobb lába volt beteg, nem tudott menni, sánta ember volt. Akkor volt egy Fikó Károly, aki szintén Gyímesbe volt, nagyon szép bundákat hímzett, én találkoztam vele ezelőtt 5 évvel, ő is meghalt, Sepsi Szentgyörgy mellett Ijefalván lakott, és az öregnek a háborúba ellőtték az egyik szemét. Tehát mindenik szűcs valami balesetet szenvedett. Ez meg megsüketült. Tehát a akta felrobbant, és attól megsüketült. Tehát valami okozta azt, hogy ők ezt a mesterséget választották. Most mondja ő, szakmát tanultam, mégpedig szűcs szakmát. Élt akkoriban Récepatakán egy bükki szűcsmester, Burján Szilárd Koszti, akinek segítettem a bőrököt kikészíteni. Mindössze 15 éves legényke voltam. A mester 2 hónap alatt megtanította a mesterség fortéjaira. Tandíjként kiválasztotta anyájból a legszebb fehér diszkejuhomat. Én nem bántam, mert már tudtam szabni, és hímeket is jól megválogattam. Egy hét múlva elkészítettem az első hímes bundát, sok rózsát vartam bele. Édesapám sokáig viselte. Igaz, csak ünnepekre vette fel. Aztán a mesterrel megint találkoztam, és azt mondta, próbáljam úgy kombinálni a mintákat, hogy az eredeti bükki motivumok, a súlyokhím, a forgatott virág sem maradjanak le a bundákról. Ez a forgatott virág, ez a vízfolyás. Kár lenne, ha ezek a régi csángó cifrák veszendőbe mennének. Aztán jöhetnek a rózsák, a köztük mutatkozhat a huszár zsinór is. Én ezeket a mintákat vartam a férfi melyes bundákra, a női melyes bundákra úgy szintén. Annak idején mi is ilyeneket viseltünk az esküvőnkön. Egyszer megjelent egy japán, és azt mondta, csináljak neki ilyeneket. Tisztességesen megfizette, azzal elment. Azóta sem tudom megérteni, miért kellett a férdeszeműnek éppen a csángós bunda. Tudja, hogy mennyi időbe kerül a bunda elkészítése? 1 hónap kell hozzá, ha az éjszakákkal pótolva. A kuncsavt hozza a bőrt és a hímzőcérnát, én kiérlelem, csávázom, így alakul a bőr, aztán addig mosom, fehérítem, míg nem olyan tiszta lesz, hogy fel lehessen ölteni a fehér jócsingre, s azon pecsétnyomot ne hagyjon. Fiatalkoromban minden patakon volt bundahímző, nem is egy. Most megszámolhatom a félkezemen, kik maradtak. A Sánta Teleki Tankó András Jáni, aki most halt meg nem régen, Barackoson a Nyika Gábor Emre, aki ezelőtt már 10 évvel meghalt, akitől én tanultam, és egyik évben nála megtanultam a bundavarrást, és következő évben azzal fogadtak, hogy az öreg is meghalt, 92 éves volt. Ugrán Farkas János érti még a szakmát. Azt már nem tudnám megmondani, hogy most dolgoznak-e. Utóbb divatba jöttek az olyan bundák, melyeket nem hímeznek, hanem egyszerűen ráfestik a motivumokat. Én nem tartom ezeket eredetinek, az csak a fennvaló tudja, hogy mostanig hány bundát készítettem. Már nem nagyon vállalok munkát, jó szem és kéz kell a hímzéshez, meg rengeteg türelem. Talán azért nem akarják a fiatalok tanulni ezt szakmát. Próbáltam ugyan néhányal megszerettetni, de egy sem volt közülük olyan, aki kitartott volna. Így aztán kivész ez a mesterség, pedig kár, nagyon kár, hogy ez az ősi csángó foglalatosság abban marad. Az biztos, hogy rajtam nem múlik. Elődeim, sem nagyszüleim, sem szüleim nem hiányoztak soha a misékről. Ezért aztán az én nevemhez is hozzáragadt a szent szó. Teljes nevem, Fikó Károly Szent vagyok.
Elbúcsúzom riportalanyomtól, és megvallom őszintén, kissé berekedtem, míg sikerült beszédünk vonalát valamelyest rögzíteni. Szép, ízes mondásai töbleti meg a csángos bundán. És amikor ezt én a családjának felolvastam, akkor mindenki sírt, mert ugye ők ezekről nem tudtak. Hát én úgy gondolom, hogy ez magáért beszél. Tehát ez az utolsó Gundavaro mester, többiről nem készült felvétel, úgyhogy én még beszéltem egyiknek a feleségével, a Borbár nénivel többször, ő is annak idején segített a férjének a hímzéseket készíteni, és ővel beszéltem sokszor, akkor ennek az embernek beszéltem a fiával, beszéltem azzal a Fikó Károly bácsi, Fikó Károlyjal, akik lent volt Ijepolván, még életbe találtam az öreget. És hát elég sok adalékot adtak ahhoz a bundához, amit annak idején ők csináltak, vartak, hogy varták, miként varták. Úgyhogy ennyi lenne. Köszönöm. Szeretettel. Köszönjük szépen. Nagyon szépen. 12-ben készültek. És itt van a megállói iskolánál. Itt van ezek, igen, a Magdolna búcsú idején. Na látod, itt az egész tömegben, itt egy ilyen melyes bunda van, itt van, és még van vagy kettő. Eddig Gyímes völgyébe ez a legszebb bunda, amit életem. Ez a Fikó Károlynak, erről, igen, ez a Fikó Károlynak a bűlegényi bundája. A színek jelentése, na most vár, ez egy észrevétel. Igen. Igen. Az isteni törvény az, igen, hogy ami kint, az bent, ami lent, az bent. Bent. Így van. Így van, pontosan. Tehát azért van az, hogy ez az ember, de próbálja meg olyan lenni, mint az. Tehát azért van váltakozó színek a kettő között, és általában egyformának varják a kettőt formailag, de színekben mindig, persze, váltakoznak. És így a színek, hogy esetleg melyik a napszín, vagy ilyesmikkel nem foglalkoztak? Nincs, ez, na most az határozta meg, hogy kinek milyen volt a fonala. A fonalat is vitték a bunda hímzéshez, és kinek milyen volt. Én láttam olyan színűeket, hogy borzasztó zöld, meg kék, meg mit tudom én, ilyen színűen olyan volt. Amikor a Szücsinek volt jó színérzéke, és volt lehetősége, voltak szép fonalak, akkor tudott válogatni belőle gyönyörűt, hát imen, meg kell nézni. Hogy micsoda harmónia, micsoda szépség. Minimum három szín kell ahhoz, és a három színből lehet olyan, ennek is, itt is három színe van ennek például. És mennyire harmónia van benne. Nos, ez a gyimesbüki bunda, ilyen utas, tehát úgy mondják, hogy likas virág, akkor töltött virág, akkor likasbéli virág, ezeket hát attól függ, hogy van töltve ezek a minták itt tegyen. Na, itt volt a férfiak, például ez a úgynevezett szabad bunda látszik, és nem volt máj rózsája, és ugyanolyan volt, csak vízfolyás volt rajta, vagy berszázsinor, és itt a érdekes módon ez a súlyok virág. És akkor ez a végén a nők élet, és a nőkére került azóta életfa, mert ugye itt a nők többnyire bunda nélkül vannak, a nőkön is vannak virágok, de kevés. Általában. Na, hát gondolom, hogy ez a férfiak itt vették fel ezt a bundát, úgyhogy a nőkön is van, de hát a szabad bunda is ilyen újas, mint ez a bunda, milyen. És milyen érdekes, a múzeumban voltak ilyen hasonló kanáltartók, meg ilyen classroom, meg akkor 1912-ben szemétlapát, meg ilyen, meg a korsósok voltak rengeteg, ugye, akik tanultak akkor, és többére csizmába, látod, és ezért tarisnya. És akkor még főkötőbe jártak a nők. Itt már a második világháború alatt, már én nem láttam gyermekkoromban főkötőt, már nagyanyám még se, szóval nem hordtak ilyeneket. És az úgy volt, hogy
otthonnak lakásba járhattak csak főkötőbe, és ha kijöttek az útra, akkor tendőt kötöttek mindenhol. És ha egyszer az asszony a nő férhez ment, a lány akkor bépontyoltam, hozta többet a tendőt, le nem vette. Na, itt van például egy hasonló modumájes bunda. És a többi az mi szabad bunda. De várjál, a főkötő és a kendő között mi a különbség? Ezt nem értem. A főkötő benne a múzeumban van, meg lehet nézni, az olyan egy ilyen sapka, így javít. Feltettek a fejükre, csipke volt rajta körbe, olyan szabása volt, hogy így hátul volt egy így varkák, és akkor így volt a oldalán, és akkor csipke volt elő, és itt ahol megkötötték. Ezt tették a kendő alá, a főkötőt. Egy nőnek a stafirúgiába két főkötő járt, azzal a meghagyással, hogy amikor ő férhez ment, akkor két a stafirúgba két főkötő volt benne, és azzal a meghagyással, hogy az egyiket elviselte, és amit csak otthon viselhetett kendő nélkül, de ha kiment az útra, vagy kiment a, mit tudom, az udvar, akkor már kendőt kellett, hogy kössön. Hogy az egyik főkötőt viselte, és a másik, hogy abba temessék el a főkötőbe. De az én gyermekkoromban már ilyen nem viseltek, se a nagyanyáim, se senki, tehát ilyen főkötőt. Utána értesültem én ezekről a dolgokról. Tehát akkor főkötő nem volt, de az én koromban még szőttek, mondtak mindenféle. És íme itt van például, hogy a csángos asszonyok ezeket a karicát hogy tűrik fel, vagy például a kalóta szegélyeknél van az úgynevezett rosszul. Na most az is azért tűrik fel, hogy alul lássák az alsó neműt. Az tudtára adja a világnak az, hogy nézd meg, nem csak felől vagyok tiszta, hanem alul is. Úgyhogy abban az időben is volt, most Vika például egy jellegzetes, ugye a férfiaknak a szabad bunda, új bunda, és itt van a nőknek, ez a főkötő. És a lányok azért nem hordtak főkötőt, csak kendőt. És ez volt a népviselet, amikor innét elválasztották középen, és innét mondták a hajukat végig. Szóval ez volt az igazi csángó. Viselet csokkorosztál vagy egybe, fontos, hogy így visszaküldték a hajukat, és ez volt a csángó. És látod, itt feltűrve a szoknya alul. És viszonylag nagyon kevés, ezért meg vagy két ember van a tömegbe, tehát csizmába járnak, akkor ilyen száros cipőbe. Ez az iskolával szemben lévő, hogy hívják, volt épület. Régen volt valami vida volt, vagy nem tudom, hogy milyen. És akkor volt az ilyen, ez például ilyen kocsi szekér, úgy mondták ennek, a váza fából volt, és a többi keszélből fonták. Ez volt a vasárnapi a lakodalmi, ezzel nekett lakodalomban. Na, itt van az iskola, és itt szemben ez a ház. És itt mindenhol szabad bunda, és a nőknek is volt bundájuk. Köszönöm, nincs egy csak közöttük. Ez volt a csángó szobor első. És ide voltak feltéve a kendők például. Egy nőnek általában 45 darab a kendője volt, hogy volt ünnepnapra, arra napra, mindenre, úgyhogy. Itt van például az árusok, akik ugye árultak, azok székely ruhába voltak, a korsósok, meg az edényesek, meg hát itt lehet látni. Én is akkor lepődtem, még én addig nem is gondoltam volna, hogy ez a régi bunda, ez a férfiaknak a szabad utája, régen hordták ezeket a koronákat. És itt van bocskoros ember, tehát nagyon kevés, és itt többnyire szabad utta a férfiaknak. De ezzel én mondom, kettő darabot vagy hármat láttam itt az egész